Május 30-án a Sefag ZRT gróf Nádasdy Ferenc emlékplakettet kapott Somogy Zsitván a megyei vadásznapon. Az Országos Magyar Vadászati Védegylet által 2004-ben alapított emlékplakettet azok a vadászatra jogosultak kaphatják meg, akik a magyar vadászat szakmai hírnevének elismertetését szem előtt tartva gazdálkodnak, törekedve a vadgazdálkodás és a természetvédelem összhangjára. Ez természetes, hogy nagy megtiszteltetés volt számunkra. Én azt gondolom, hogy itt két dologról kell beszélni. Egyrészt a Sefag ZRT olyan szerencsés helyzetben van, hogy egy olyan Somogy megyében gazdálkodhat, több mint 100 ezer hektáron, ami egy páratlan adottságot teremt a vadgazdálkodásnak. A másik fele az éremnek, ami számunkra nagyon fontos, és az elismerésen azt gondolom, hogy itt realizálódik igazán, hogy azt a szakmai munkát, amit a mi hivatásos vadászaink végeznek, ismerte el a kamara ezzel az emlékplakettel. Ugye mi ezzel a 100 000 hektárral meghatározó vadászatra jogosultak vagyunk a megyében, hiszen a megye egyhatodán gazdálkodunk, és úgy tűnik, hogy az a szakmai koncepció, amit elődeinkkel együtt korábban elkezdtünk, és ezt a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva, mert azért változik a környezet, és ehhez nekünk alkalmazkodni kell, ennek vannak kézzelfogható eredményei. Ugye a tavaly évben lábadi vadászterületen terítékre került egy kapitális 12,15 kg-os gimbika a szeptember hónapban, illetve egy minden idők lábadis új rekordja, egy 5,33 kg-os dámbika az októberi barcogási időszakban. Lábod megkerülhetetlen, amikor a somogyi vadgazdálkodásról, sőt én azt gondolom, amikor Magyarország nagy vadgazdálkodásáról beszélünk. Ránk örökségül hagyott vadállománnyal tisztességesen és hagyományokat továbbvívő módon tudunk gazdálkodni. Én azt gondolom, hogy a mai időszakra elértük azt az állománynagyságot, ami a mennyiségi szabályozás végét jelenti, és a minőségi szabályozást kell előtérbe kezeljük. Most azon a szinten van az ottani állomány, ami kezelhető, tartamosan fenntartható, úgy, hogy a környezetet nem terheli olyan mértékben, mint a korábbi időszakban. Ez az elmúlt időszak egy nagyon komoly feladata volt. A Sefag ZRT 11 vadászházat üzemeltet. 2003-tól a vadászházainknak 80%-át vagy felújítottuk teljes körűen, vagy pedig újra építettük. Ez Lábodon is visszaköszön, a Lábodra visszajáró vendégek számára is, hiszen az Alexandrai vadászházunk, a Nagycsaléri vadászházunk, illetve a Stubinka emlékház is ezt tükrözi vissza. A visszajelzések alapján nagyon komoly, nagyon pozitív fogadtatása van a vendégek részéről, hiszen ők is látják, hogy itt egy olyan tartalmas gazdálkodás folyik, ami nem egy eredményorientált, hanem ami árbevételünk van, vagy ami eredményünk van, azokat igyekszünk visszaforgatni az ágazatba. És el kell, hogy mondjam, hogy soha nem lehetünk, én azt gondolom, elégedettek. Megkaptuk ezt az emlékplakettet, ami még egyszerűen egy nagy elismerés, egy nagy kitüntetés számunkra, de nem dőlhetünk hátra, nagyon sok tervünk van annak vonatkozásában, hogy milyen irányba fejleszthetjük az ágazatunkat, milyen szolgáltatást tudunk nyújtani a vendégeink részére, legyenek ők belföldiek, külföldiek, vadászó vagy nem vadászó vendégek, hiszen most már a turisztikai ágazatunk is egy nagyon komoly szegmest képez a gazdálkodásunkon belül.